idén is százan fújták. Igazából több, mint százan. Az Agora zenei esték programja most is a fúvósokkal zárult. Tatabányaváros fúvós zenekara egyúttal kerekéfordulót is ünnepelt. Tatabányaváros fúvós zenekarának 50 éves jubileumát ünnepeljük idén, és hát hagyományosan a nyári, talán mondhatom így fő program a zenekar számára a százan fújják. Annak idején még projektnek indult ez az egész, és a környékbeli zenekarokból próbáltunk egy nagy-nagy hatalmas, több mint 100 fős zenekart összeállítani. Nagyon jól működött is, és aztán később észrevettük, hogy hát mind a Tatabányaváros fúvószenekara, mind a testvérzenekar, a Komáromváros Egresi fúvószenekara is bizony-bizony önmagában is már a két zenekar több mint 100 fő, és valahogy kialakult ez a kettős játék, amiben most már több mint 10 éve részt vesz mind a két együttes. Örülünk annak, hogy a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola kollégái is, hallgatói is időnként velünk tartanak, sőt nem is időnként mondhatom, most már rendszeresen velünk tartanak, és lényegében egy nagy fúvós zenei ünnep ez a mai is. A próbák azok tulajdonképpen az Erkel Ferenc Zeneiskola nagy termében zajlottak, ahol amúgy is a Tatabányaváros zenekara itt dolgozik és próbál, itt élünk, mozgunk. Ugye a komáromi testvérzenekarról mondhatjuk így, a próbák durván júniusi részétől már, ugye ők előtte egy kicsikét előkészültek, és utána együtt próbált a két zenekar. Hát nyilvánvaló itt a nehézség abban merül ki, hogy nagyon pici a koncertterem, és bizony egymás fülébe fújtak a zenészek, egymás szemébe a hangszerekkel, de mindezt leküzdve én úgy gondolom, hogy tökéletesen fel tudtunk készülni. A fesztiválnak tulajdonképpen a második napja szombaton zajlik, amikor 15 órától a Megyeháza terén egy fantasztikus előkészületeket megtett sörsátorban lesz egy hatalmas zenekari fesztivál. Összesen 6 zenekarral, velünk együtt 6 zenekarral. Tatabányaváros fúvószenekarán kívül a már említett Komáromváros Egresi fúvószenekara, az Oroszlányi Bányász fúvószenekar, Sárvári koncertfúvószenekar, az Albert-Irsai Gerje Parti fúvószenekar, és a Székely-Keresztúri barátaink is ellátogatnak ide. Hát ez közel 300 muzsikus lesz összesen, és nagyon örültünk annak, hogy vállalkozott mindenki arra, hogy a nyitányként 15 órakor ez a 300 muzsikus összes tagja egy zenekarrá olvadva három tradicionális indulóval indítja a fesztivált, és utána külön-külön mindenki egy fél órás, 40 perces programmal mutatkozik be. Ezt követően egy hatalmas utcabállal zárjuk az estét, és a felhőtlen szórakozásé lesz 23 óráig a tér. Ott pedig az Istvánék kiváló együttes, az Enter Train együttes fog bennünket szórakoztatni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kerek és egy nagyon-nagyon szép ünnep lesz számunkra. Székely-Keresztúri zenekarról csak annyit, hogy ővelük már több mint 30 éves a kapcsolat. Még a kezdetek kezdetén Magyar József alapító karmesterünk által jött létre ez a kapcsolat. Aztán ilyen-olyan okok miatt bizonyos időkre megszakadt a kapcsolat, de most az utóbbi években mi is már tudtunk náluk vendégszerepelni, és nagyon örülünk, hogy idén itt vannak velünk, már megérkeztek, belakták a helyet, és nagyon várják a közös muzsikálást. A Százon fújják projekt, most már nem projekt, hanem a hivatalos része az Agora zenei estéknek, a záró produkciója, ami mondhatnám, hogy a legnagyobb nézettségnek örvend. Általában az OTP tetejéről is szoktak lógni már az emberek, szoktuk mondani. Ez azért nagyon nagy élmény a zenészeknek, hiszen mindenki önmaga is egy bizonyos érték, amit csinál, és ez a sok-sok érték, amikor összeadódik, ez egy akkora hatalmas sikert, meg akkora tömegvonzást tud okozni itt a közönség felé, hogy emiatt jönnek ilyen nagyon sokan, és emiatt nagyon szeretik ezt a produkciót.